24 éves, 189 cm magas, amerikai állampolgár. Ezek a szolnoki Olaj KK új légiósának alapadatai. Január 29-én csapott a szolnoki klubvezetés tenyerébe. Túl sok tapasztalata így még nincs új állomás helyéről. Eddig nagyon elégedett vagyok a környezettel, az edzői stábról és a csapattársokról is csak jókat tudok mondani. Úgy látom, hogy Szolnok egy igazi kosárlabdaváros, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Magasságából, illetve kosárlabdás képzéséből adódóan egyes-kettes poszton lehet új csapata hasznára a fiatal amerikai játékos. Sokoldalú játékosnak tartom magam, ha szükséges, tudok pontot dobni, de ha kell, a játékot is tudom szervezni, és szerintem a védekezési képességem is egész jó. A szombati lesz a második tétmérkőzése a körcsarnokban, hiszen a FIBA Europe Cup első selejtező körében már játszott itt a Trabzonsporral. Az Olaj továbbjutásával végződött páros mérkőzésen összesen 22 percet játszott. Szolnokon 13, a visszavágón 10 pontot szerzett. E két meccsen túl még egy török bajnokin játszott a szezonban. Nem érzem ezt problémának, hiszen folyamatosan edzésben voltam. Amikor itt játszottunk, akkor már megtapasztaltam az itteni atmoszférát, illetve azt, hogy a szurkolók mennyire támogatják a csapatot, úgyhogy nagyon-nagyon várom már a hétvégi bevetést. Egy Olaj Alba meccsnél jobb bevetést nem is kívánhatna magának egy első meccses légiós. Már csak Stephen Browning szolnoki bemutatkozása miatt is érdemes lesz élőben nézni szombaton. 17 óra 55 perctől az Olaj TV-n a szolnoki Olaj KK Alba Fehérvár meccset.